Barátesternek hívnak, 18 éves vagyok, és a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium végzős tanulója. Je ne te comprends pas, je ne te comprends plus, je te vois vraiment pas, je te vois même plus. Az irodalommal és a versekkel már alsós korom óta nagyon jó a viszonyunk, és egyre jobban elmélyült, főleg a versekkel. Úgy gondolom, hogy egy vers elolvasása segíthet a mindennapokban is. Azért jelentkeztem idén is a versünnepre, mert tavaly egy olyan csapatba kerülhettem, ahol nagyon sok barátot szereztem, rengeteg közös élményben volt részünk, és olyan szakmai segítséget kapunk meg itt, amire máshol nem lenne lehetőségünk. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, és az iménti kis összeítés már engedi sejtetni, hogy a mai stúdiónk vendége a 2018-as tehetséggondozó programunknak a nyertese, Barát Eszter, hiszen a 9. fehérvári versünnepet ő nyerte meg, és hát érintőlegesen azt is megtudtuk, hogy milyen kapcsolata van a versekkel, és miért jelentkezett a fehérvári versünnepre, de ezt most azért kibontolgatjuk itt majd a stúdióba. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nyilván egy versenyre azért jelentkezik az ember, hogy esetleg ott legyen a döntőbe, vagy akár a legjobb helyen végezzen. Számítottál arra, hogy az idei esztendőben majd te veheted át a fődíjat? Nem számíthattam semmire, hiszen egy nagyon erős mezőnybe érkeztem, amiből több tagot is ismertem, és a legtöbb tagnak ismertem is a tehetségét, és hogy hogyan viszonyul a versekhez. Ezért nem számíthattam semmire tavaly is, amikor először jelentkeztem, akkor sem számíthattam semmire, és akkor is sikerült helyezést elérnem. És a döntőbe is ott voltál, és ugye ez többször elhangzott már, hogy ez egy olyan program, ami egy jó kis közösséget épít. Ezt így tapasztaltad, így élted meg a mindennapokban? Igen, nem csak az alatt, az időszak alatt, amíg mi ott vagyunk, és sorban mennek a versek, nem csak addig beszélgetünk és tartjuk a kapcsolatot, hanem folyamatosan az év szinte minden napján beszélgetünk, és nagyon sok közös programunk van. Talán a közös érdeklődési kör hozza közel a fiatalokat, vagy akár a programon belül mondjuk a mentorprogram, vagy a verstábor, amit minden évben nagyon vártok? Én azt gondolom, hogy a közös érdeklődés és a verstábor, ami leginkább összehoz minket a verstáborban is. Hát 10 napon keresztül együtt lakunk, közös programjaink vannak, és azt tehetjük közösen, amit szeretünk, és ez összehoz minket szerintem. Érintőlegesen már ugye meséltél a kisfilmben is az, hogy mi az, ami az irodalom vagy a versek irányába elmozdított téged, de akkor ezt egy kicsit boncolgassuk ki most bővebben. Hát úgy kérdezted, hogy mi, de inkább ki, mert alsós koromban volt egy tanítónénim, aki megelégelte azt, hogy amíg kisebb voltam, nem tudtam szerepelni. Ha emberek elé kellett állnom, akkor leblokkoltam, nem tudtam megszólalni, és ő ezt megelégelte, és azt mondta, hogy itt egy iskolai verseny, nekem oda el kell mennem, és ezzel tört át a jeget. Akkor bedobott a mélyvízbe. Igen. És úgy tanított meg úszni, mondhatjuk. Igen. És akkor onnantól kezdve ez a vonzalom aztán megmaradt, vagy jobban elmélyült? Igen, megmaradt, aztán az idő során folyamatosan mélyült, egyre jobban szerettem a versekkel való kapcsolatot, és egyre jobban szerettem azt is, hogy emberek hallgatnak és figyelnek rám. Mindig egy ilyen már-már ilyen unalmas kérdésnek hangzik a különböző döntőn, elődöntőn, amit általában vagy a zsűri, vagy valaki, például Novák Vita a pihenőszobában, vagy a Keller Jani, vagy én felteszünk nektek, hogy miért éppen ezt a verset választottad, vagy éppen segítette valaki választani verset, mert ez hogy van, hogy segítenek, kiválasztanak egy hozzád élő verset, vagy mondjuk a vers talál meg téged? Legtöbbször anyukám szokott segíteni ebben, és hát most is együtt keresgéltünk, viszont most én mondtam azt, hogy ez az a vers, amit szeretnék a döntőn elmondani. Régóta szerettem volna, hogyha ezt hallják tőlem, mert a legkedveltebb témám az a Magyarország és a magyar emberekkel kapcsolatos versek, és leginkább ezek a forradalmi versek. És hát én választottam most ki, mert szerettem volna, hogyha
hogyha ezt is elmondhatom emberek előtt. Márai Sándortól választottuk ugye a Mennyből az angyalt, ez nem egy könnyű vers. Nem könnyű vers, viszont nagyon sokan ismerik, és ettől is nehezebb. Emiatt is nagyon sok buktató van benne. És igyekeztem úgy megoldani ezt a feladatot, hogy aki hallja, az azt tudja mondani, hogy így még nem hallotta. És akkor ez az, hogy Anikát segített kiválasztani a verset, akkor mondjuk ez azt jelenti, hogy egy ilyen teszthallgatóság is volt otthon, és ehhez jött a felkészítő, nem tudom, tanár is segített, vagy a színművész, aki a mentorod volt. Kozári Ferenc volt a mentorom, ő segített sokat, illetve anyukám az, aki minden versenyen segít, és hallgatja, ahogy mondom, a verset, és ahol tudott, segít. És milyen volt Kozári Ferenc színművésszel a közös munka? Milyen volt együtt dolgozni? Mesélj egy kicsit erről. Élveztem vele a közös munkát, nem tudtunk túl sokszor találkozni, viszont amikor találkoztunk, azok a percek és órák, azok nagyon tartalmasan teltek, és sokat segített a vers megértésében is, és az előadásmód kidolgozásában is. Az jelentett egyébként valami plusz, hogy mondjuk például a Feri konkrétan azok közé, a mentorok közé tartozott, aki ott volt már kezdés előtt, végignézte a színpadot, megnézte, hogy ki hol van, sőt, hát végig szorított ott az összes mentorátjának, mert ugye ketten is voltatok. Igen, hát nagyon sokat jelentett, mert reggel még bejött oda a pihenőszobába, és akkor kihívott, mondott még pár jó szót, és felkísért a színpadra, kipróbáltuk a mikrofont, aztán sok sikert kívánt, és csak szorított. Milyen jó tanácsokat tudott még neked itt az utolsó pillanatban is adni? Hát talán a legjobb tanács az volt, hogy élvezzem azt a néhány percet, amíg ott állok. És csak magamra figyeljek, és a versre. Nagyon-nagyon sok érv szól amellett, hogy miért jó verset mondani, miért jó versekkel foglalkozni. Te milyen példákat tudnál felhozni? Verset mondani szerintem azért jó, mert hogyha elmondhatjuk azt, ami egy versben van, talán mi nem tudnánk azt kifejezni a saját szavainkkal, viszont ezekkel a versekkel nagyon sokat tudunk adni másoknak, és magunkon is tudunk velük segíteni, segíthetnek feldolgozni bizonyos eseményeket, vagy tanulhatunk belőlük nagyon sokat, és taníthatunk is velük, és visszajelzéseket kapunk mind a verstől, mind pedig a hallgatóságtól. Nagyon jó volt egyébként, hogy ott hallani a zsűrinek például a visszajelzéseit, a versmondásaid után. Neked mi volt az, ami leginkább megmaradt benned a véleményük kapcsán? Akár az elődöntőben, akár pedig a döntőben, a győztes szavalat után, mert ezt ugye akkor még nem tudhatod, hogy győztes szavalat. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert amikor a zsűri értékel, akkor még én személy szerint hát egy ilyen katarzis élményben vagyok, hogy elmondtam, úgy sikerült, ahogy akartam, és nagyon nehéz figyelni arra, hogy ők mit mondtak. Viszont ami megmaradt Vaklár Lajosnak a szavai, hogy hát pontosan nem is tudom felidézni, de ő nagyon, nagyon megmaradt az, amit tőle hallottam. Tehát az üzenet, igen, az azért ott el, igen, fog kísérni téged. Még egy kicsit visszacsatolnék a közösségre, mert ugye ez egy közösségi élmény. Külső szemlélőként nekünk meg azt jó látni, hogy ott egymásért szorítotok. Tehát, hogy talán már a döntő, hiába döntő, nem egy ilyen versenynek számít, hanem mindenki ott együtt izgul a másikért, hogy sikerül a versmondása, legalábbis a külső szemlélőknek mindenképpen ez jött le. Ez belülről is így érzékelhető, mindenki szorít a másiknak, és tényleg ez a közösségi élmény, amit mi ott átélhetünk, az nagyon maradandó szerintem mindannyiunk számára. És hát amikor valaki verset mondott, akkor csak figyeltünk hátul, és hallgattuk, és szorítottunk neki. Lettek baráti kapcsolatok is, vagy az egész közösséggel úgy együtt mozogtok és együtt vagytok, vagy lett valaki olyan, akivel mondjuk a versünnepnek köszönhetően barátkoztál össze? Igen, hát Bakó Fanni az, akivel a legjobb a kapcsolatom a versünnepesek közül, de közösen is nagyon sokat mozgunk együtt. És ugye bele nem egy iskolába jártok? Nem. Az iskolatársaid, vagy akár az osztályfőnököd mit szólt a teljesítményedhez? Nagyon örültek neki, az osztályfőnököm eljött, ő meghallgatott, és végig szorított nekem, és nagyon sokat segített az is, hogy ő ott volt, és
Hát az osztálytársaim és a többi tanárom is szorított végig, és gratuláltak. És akkor az idei esztendőben, te ugye ballagó osztályba jársz, az idei esztendőben fogsz majd érettségizni és végezni. Nyilván az egy ilyen plusz dolog lesz az iskolának is, meg neked is, hogy te fogod majd a ballagó diákokat köszöntetni, hiszen ott fogsz verset mondani. Igen. Hát megtisztelő az, hogy ballagóként, végzősként én állhatok ott a többi végzős előtt, és én köszönthetem vagy búcsúztathatom őket. Azt már tudod, hogy mivel? Még nem. Ez majd így az utolsó napokban derül ki. Mennyire nehezítette mondjuk a felkészülést az, hogy itt tényleg egy ilyen komoly érettségi időszak van, és azért ez az időszak már a rákészülésről, a tanulásról is szól? Nekem nem nehezítette, mert külön tudtam választani, és fontos volt nagyon a versünnep is, és arra is tartogattam az energiáimat, és így nem nehezítette meg, vagy nem befolyásolta egymást a kettő. Tehát már fejben készültél rá, hogy akármi is lesz, az érettségi mellett eljössz a versünnepre. Igen, mindenképpen szerettem volna. A versünnepen túl ugye ilyenkor az ember a terveivel is foglalkozik, és hát nagyon sok ilyen versünnepes vacsorán elhangzik, hogy ki szeretne színészettel, kommunikációval ezzel, azzal foglalkozni. Nálad mi szerepel a tervek között? Televíziós műsorkészítő szakra jelentkeztem, és szeretnék a médiában elhelyezkedni majd, mint riporter, vagy valami hasonló. Ehhez mondjuk jó alap, nem? A beszédtechnika, igen. Meg amit egyáltalán például a verstáborban is elsajátíthattok. A verstáborban egyébként mi szokott lenni a kedvenc részed? Foglalkozások, kirándulások, vagy a foglalkozások közül melyik az, amit szívesen látogatsz? A foglalkozások közül nagyon sokat segít a beszédtechnika, és igazából minden foglalkozás nagyon sokat segít, nagyon sokat ad különböző oldalakról, irányokból. Nagyon sokat segít az is, amikor színművészekkel vehetjük át a verseket, és ők adnak jó tanácsokat, illetve hát, ahogy mondtam, a beszédtechnika. A néptánc pedig egy olyan közös program, ami kikapcsol, és mindannyian tudjuk élvezni. És a délutáni kirándulások is ugyanilyenek. Hogy fognak majd telni itt az elkövetkező hetek? Mi az, amire mondjuk az érettségi tantárgyak közül a leginkább mondjuk a MUS, és mi az, amit már nagyon vársz? Természetesen a magyar az, amit a leginkább várok. Ott foglalkozhatok azzal, amit szeretek. A MUS pedig a matematika, mint szerintem minden versenynepesnek. Van, aki mondjuk még ebben az időszakban veled együtt készül, vagy a versünnepesekkel beszélgettek így az érettségről, azt hiszem a Fanni is most végez az idén. Igen, ő is most végez. Készülni nem készülünk együtt, hát ha lehet így mondani, kicsit panaszkodunk egymásnak, amikor elfáradunk, elmondjuk egymásnak a fáradalmainkat, a nehézségeinket, aztán új erőre kapunk. Mikor tudjátok meg majd a felvételi eredményét, melyik suliba akarsz tovább menni, azon kívül, hogy televíziós műsorkészítés? A színművészeti jelentkeztem erre a szakra. Hát ugye ide is van külön felvételi, és az utolsó, hát ha sikerül tovább jutni, akkor majd nyilván az utolsó után fogom megtudni augusztus környékén. Tehát ez ilyen több fordulós ott igen. Is? Mert éppen oda jelentkeztél? Nagyon fontosnak érzem azt, hogy vagy hát a terveim között az szerepelt, hogy olyan helyre jelentkezzek, ahol olyan szakmát kapok, amivel adni tudok. Viszont a színjátszást nem szerettem, a színjátszást jártam színjátszóra, viszont nem érzem azt, hogy én színpadon tudnám átadni azt, amit szeretnék. Viszont a közeg meg jó, nem? Igen. Hova jártál színjátszó körbe? A Kodolányiba járok, és ott a színjátszó körbe oda jártam. És akkor részt vettetek az ilyen különböző nagyvárosi bemutatókon is, tehát a színház világa sem olyan ismeretlen számodra, akkor ezek szerint ott a mentorprogram is ismerős közegben zajlott, mondhatjuk ezt? Hát idén már sajnos nem tudtam vállalni a színjátszót, és a színjátszókör az idén vehetett részt a Toldiban, szóval abba a programban nem tudtam bekerülni, igen. De előtte voltunk a diáknapokon, az országos diákszínjátszó találkozón, és Keszthelyen is voltunk a Helikonon. És ott milyen eredményeket értél el, illetve hát akkor bár azt mondod, hogy nem a színpadon képzeld el a jövődet, de azért van ilyen színpadi rutinod is és tapasztalatod. Igen.
A diáknapokon, amikor én is a csapattagja voltam, akkor arany minősítést kaptunk és kategória díjat, Keszthelyen pedig bronz minősítést. Beszéltünk arról, hogy ugye a márai verset választottad a döntőre. Az elődöntőre én most már annyira nem emlékszem, hogy mivel készültél, de másik vers volt. Az is egy forradalmi vers volt. Más oldalról közelítette meg a forradalmat, az még egy buzdító vers volt. És hát szerettem volna így azt hiszem egy keretet adni az egésznek, hogy az egyik, az első versemmel még buzdítottam, a másodikkal pedig már kértem a segítséget, és talán egy kicsit lemondóbb. És emlékszem, hogy talán a Závodszky Noémi színművésznő mondta, hogy pontosan jól tartottad a szüneteket talán az értékelésében, hogy a szünetekkel merészen kell bánni, de nem szabad túl sok szünetet tartani, és hogy ez teljesen rendben volt nálad, akkor ez is egy ilyen nagyon pozitív visszajelzés. Igen, és pont a Závodszky Noémi volt az, aki az első fordulóban még felhívta a figyelmemet a beszédem tisztaságára, és nagyon jó érzés volt, hogy a döntőben pedig már megdicsérte, hogy nagyon szépen tisztán beszéltem. Akkor ez is ilyen folyamatos, ilyen kis, olyan kis műhelytitkok, vagy ilyen kis nüansznyi dolgok, amiket be tudtok építeni. Igen. A szereplésetekbe. Igen. A korábbi évek győztese is gratulált neked, egyébként így tartják egymást a korábbi évekkel a eredményes döntős résztvevők is a kapcsolatot? Én a Börcsök Olivérrel ismerem legjobban, vagy hát őt ismerem legjobban, vele voltunk a verstáborban is tavaly, és ott ismertem meg, illetve a Bukaszozitát, akivel és az Olivérrel is szintén egy általánosba jártunk. Tehát akkor azért megvannak itt a különböző kis hidak és kapcsolatok. Igen. Az emberek között, hogy nyilván a jövő évben már rád nem számíthatunk, de hogyha el kéne mondani, hogy miért érdemes jelentkezni erre a versenyre, akkor mit mondanál a többieknek? Talán azt mondanám, hogy ha egy kicsit is szeretik a verseket, és bekerülnek ebbe a közegbe, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a kapcsolat és ez az érzés mélyülni fog, illetve ahogy már beszéltünk is róla, a közösség miatt, és a segítségek miatt, amit itt kaphatunk. Mind szakmai segítség, mind emberi és kapcsolat, emberi segítség és kapcsolatuk is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és annyit beszéltünk már a márai versről, hogy búcsúzol, én szerintem ezzel fogunk elköszönni a nézőktől. Még egyszer köszönöm, hogy köszönöm itt voltál. Köszönöm szépen. Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal. Menj, sietve. Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok közt hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal! Vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vígasztal. Sejjen papír sziszeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal! Te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világcsodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa! Ma
Magyarország! És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Velem ártott kezet a tálba, 30 ezüstpénzért kínálta, s még gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már. Nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez egy nagyon különös karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. S a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett? Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért? Hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt! Nem érti ezt az a sok ember, mi árat meg itt, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott! Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik ők, kik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamás, a pásztor. Az alomban, a jászol mellett. Ha az élet eleventen lett. A csodát most is ők vigyázzák. Lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég. Hasad a hajnal. Mondd meg nekik, menj ből az angyal.